Mert a színész az kiszolgáltatott, a színésznek nincs élete igazából. Az élettörténet az egyik szereplőtől a másikig. Színház az megy, szerintem az valahogy úgy lett, hogy gyerekkoromban annyit mondogatták, hogy de jó orgánumod van belőled, biztos színész lesz. A lázadásom ebbe az inkább, hogy nem színész vagyok, hanem színházi ember, tehát én rendezek. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Szóval Vilmos, szia. Üdvözlök itt New Yorkban, New Jersey-ben. Erre kell valamit válaszolni itt Amerikában? Hello! Na ez azért érdekes, mert tényleg így van, mert amikor itt köszönsz valakinek Amerika... How are you? Igen, mert köszönsz valakinek Amerika, hogy how are you, és a magyarok elkezdik mondani, hogy igen, és ez nem egy kérdés, hanem ez egy köszönés. Csak egy köszönés. Szóval... How are you doing? Yeah. I'm fine, and you? Igen, és ebben van valami képmutatás, azért így figyelem kicsit kívülről, már sokat szóra, nyilvánvaló is persze, hogy bájolognak, de hogy ebbe a folyamatos bájolgásba, meg mindig jól vagyunkba van valami képmutatás, azért azt látom, ami az amerikaiakban van. Van, amikor ez igazi kedvesség, van, amikor csak ilyen teljesen reflexzerűen megy. Én is ezt tanultam, hogy reflexzerűen, meg azt mondták, hogy fake it till you make it, szóval hazudj, érted, ha nem vagy jól, ki kíváncsi arra, hogyha nem vagy jól, tudod, legyél, jól vagyok. Megkérdezzem egy, nem vagyok jól, akkor elmesélem. Persze, én sem mesélem el, de nem mondom azt, hogy jól vagyok. Ja, de most gondold el, hogy például én találkozok valakivel, és akkor hogy vagy? Hát figyelj, igazából meghalt a macskám, érted, elhagyott a feleségem, lerobbant az autóm. Azt szoktam mondani erről, hogy vagy, aha. Na, ez egy tök jó, ez egy tök jó dolog. Tulajdonképpen most azért találkoztunk mi, mert itt vagy te a Tápszínházzal, és csináltatok egy előadást. Az Anna hívott föl engem, a Boros Anna, aki csinálta itt a Hungary Life Festivalt, hogy menjek le az előadásra, persze ezt aznap délben mondta, és hogy milyen jó lesz. És állítólag jó is volt, szóval... Nagyon jó előadás. Most itt megy nézve, úgyhogy előző nap a Broadway-n néztem a Book of Mormons. Igen. Azt gondolom, hogy ez szerintem idevaló lenne. Akár ez Broadway előadás is, nem ilyen nagy zen, de akár még zenés is lehetne, de hogy ez egy nagyon profi, nem én rendeztem, azért dicsérem ennyit. Ugyanaz én színházamnak az előadása, de itt csodálatosan van az író, ő is rendezte a dolgot, és az egész fele egy hangjátékkal megy, ami playback, ami amúgy is jellemző a Tápszínházra, meg én is sok ilyennel foglalkoztam, de ez egy szerintem csodálatos, nagyon mulatságos előadás. Miről szólt az előadás? Mi a történet? Barátságról. Szóval azoknak összebarátkozik két ember, akik laknak egy házban egymás mellett, és amúgy nem történne semmi velük, ha naponta köszönnének, de az egyiküket hajtja, hogy barátkozzanak össze, és a végén lesz belőle egy barátság, és annak a mélységei meg nagyon-nagyon olyan helyzetekből tudja ez az író, Vinnai András megmutatnia egy szituációt, olyan nézőpontból, amit te is tudsz, de sose abból gondolkodsz. Tehát minden helyzetet egy kicsit másképp látsz, de nagyon valóságosan, és egy picit mélyebben, vagy még mélyebben, hogy mi az, ami ez alatt az ember, miközben ez történik, mi jár a fejébe, az mitől van. Tehát ilyen nagyon jól van, és nagyon érthető is, és profin van megcsinálva. De tulajdonképpen idefelé úton a kocsiba is erről beszéltünk, mi a stand-upról beszéltünk, és ugyanez a lényege a stand-upnak, a viccírásnak, vagy a humorírásnak is, hogy van egy történet, és igazából a poén, akkor poén, ha te nem arra vársz. Igen, mert arra persze. Vársz, akkor az nem vicces. Hát ez így szakmailag kb. Úgy is van, hogy hangsúly fenn poén len. Tehát azt nem kell kidobni a poént, mert az anélkül is működik. Fölvinni a hangsúlyt, és a poén pedig valóban itt hangzik.
És ha mondjuk valaki, mert beszéltünk el az adásról, de, de mi a címe, hogyha valaki tényleg szeretné megnézni? Roletti. Ezt ide befog... Nagyon érdekes, ahogy te közben keresztbe vágod a képet. Ja, vicces, de... ja, mert mivel, hogy... egyedül vagy, igen. Egyedül vagyok, mert az Attila még mindig vakáció, olyan sok vakáció, biztos valami szakszervezetben dolgozik. Nem, és tulajdonképpen a rendes podcastban nem itt vagyok az én lakásomban, hanem a stúdióban vagyunk benne, és ott én nyomkodom a gombokat, és az Attila kérdez, valószínűleg more artikuláltam. De most lesz az a pillanat, amikor kiderül, hogy te milyen jól kérdezel, és ezentúl csak neked szabad kérdezni. Ezt nem mondd el, ebben nagyon nagy balé lesz. Attila, nem így van, nem így van. Mondhatok bármi. Hazautazom. Ja, és kis barátságos Magyarországra. Ja. Otthonos. 11. kerület. Engem meg itthat a szarba, hogy balhé lesz az Attilával. De sztár lesz belőled. Viszont. Ja. Sose lesz belőlem sztár. Na jó, menjünk tovább. Tehát az előadás az nagyon profin fölépített előadás. Jól meg is van csinálva. Tehát igazán sajnálatos, hogy nem volt néző. Azt nem mondta, hogy nem volt annyi néző. Hát körülbelül volt két itteni ember, azon kívül meg mi a stáb voltunk, ott nagyon jól szórakoztunk. Sokat szóra is, én már sokat szóra látom, csak most itt, attól, hogy itt láttam Amerikába, New Yorkban, attól egy kicsit más szemszögből is láttam, és az egész nagyon jól működik is. Tehát érdemes lenne elhívni ide mondjuk például New Yorkba, megmutatni, akár amerikaiaknak is, meg magyaroknak, ha netán eltévednének arra. Ez magyar nyelven volt, vagy angolul? Magyar nyelven volt. Én azt mondom, mondtam az Annának is, hogy te ne aznap, hanem hogyha nekem fölhívsz engem egy hónappal előtte, akkor, amit beszéltek, én is próbálok meg én is úgy promotálni, segíteni, nem hát csak az én. Az egész szervezés ebbe valahogy ez nem volt túl profi. Vagy volt ez a Magyar Fesztivál, de ez is a Covid miatt tolódott, ez már három éve jött volna ez az előadás, csak közben jött a Covid, aztán a második Covid, aztán megint tologattuk, ezért lett végül így nyárra, amikor már biztosan lehet jönni, mert a nyarak Covidba is. Ja, és pont ez a baj, hogy nyáron meg mindenki vakációzik. Főleg az augusztus, amikor meg kicsim, tudom. Ja. Tudom, mert lakást is nagyon nehezen találtunk. Mi itt maradtunk még az előadás után páran, és nagyon nehéz volt, mert aki ismerős, mert senki se volt itthon, senki sincs itthon. Ja. Hát, hogy előbb ismersz meg engem, akkor lehetek volna itt majd is. Majd hozom még a fiamat is, ne aggódj. Na, mikor jön? Hát majd 18 lesz, most 16. No, mert az én... akik ismernek, az én házam mindig nyitva áll, ugye? A feleségem is mindig, hogy persze. Mert nagyon sok volt, amikor hozok én is előadókat, mert beszéltünk, hogy én is DJ vagyok, és akkor vannak itt fellépők. Először, ha nem ismerem a fellépőket, mindig hotel, meg minden, de utána az van, hogy itt szeretnek bandázni. És akkor jöjjünk ide. Ja. És akkor minden... Kellemes helyen laksz. Jó, hozok majd sok embert ide. Üldök. Jó, egyszerre. Várjál, mikor, hányan voltak így egyszerre, amikor olyan nagyon sokan voltak? Azt hiszem, öten vagy nyolc, heten. Ki volt az? Nem akarja mondani a háttérbe. Mindegy, heten voltunk. A Hónai Mirigy? Nem, azok haton voltak. Nálam a bulik az ilyen 20-30-50 fők szoktak lenni. Jó, de... Csak így a héttel szemben. Na, de várjál, de nem az, amikor ott az emberek értem, alszanak, hanem... Mert ugyanúgy, hogy az amerikaiaknak megvan ez a köszönési formája, mindenkinek megvan egy kis sajátos megszokása. A magyaroknál az a megszokás, hogyha valakinél laktok, mindegy, te alsó darabban kibutyogsz a konyhába, és eszel, érted? És nem tudod, mindenki alsó darabban jön ki, és ez furcsa. Na mindegy, ne is erről beszéljünk. A lányoddal vagy most itt, ugye? Igen. És neki hogy tetszik New York? Nagyon bírja, nagyon csendesen figyel, kicsit csendesebb is, de hát az apjával kell New Yorkot látnia, csomót vagyunk kettesben, az nem könnyű egy kamaszlánynak, épp kitörő. Jobban vagyunk nagyon, de hát gondolom haverokkal jobb lenne. De úgy látom, hogy nagyon bírja.
tökre kár, hogy nem múlt héten jött, mert volt itt egy barátom is, vele el tudott volna menni bulizni. Vagy nem tudom, hogy az én lányom az 18, de ő még nem ilyen bulis. Hát nálunk már a 16 éves fiam is nagyon-nagyon bulis. Ja. Ez van, szabadon neveltük. Ja, de hát a mi korszakunkban egészen más volt, mert pénteken elmentünk diszkóba, vagy hova, aztán péntek, szombat buli volt, mert tulajdonképpen azt mondtuk, hogy ugyanidős vagy, mint én, vagy hasonló, ugyanaz a korosztály. Igen, kb. És ami megint közös, hogy te is DJ voltál. Erről mesélt, Tilos az A-ból indult majdnem minden a Tápszínház, és a Tápszínház jelentése is Tilos az A Performance Színház. Meg ott voltam DJ is, először voltam DJ, de akkor már én a Katona József Színházban tag voltam, tehát színészként, és viszont azt láttam, hogy itt csodálatos hely, egy ilyen klub, ott van az értelmiség, az akkori fiatal bulizósok, meg értelmiségiek java, és egy nagyon jó tér is volt a Tilosozá a Mixát téren belül, és akkor csinálok itt egy másfajta színházat, ahol ki lehet próbálni nagyon sok minden mást is, mint ami akkor még inkább megmerevedett kőszínházi forma lehetett csinálni. Performanszokat, más formákat, másokkal, civilekkel, színészekkel. Nagyon sokat dolgoztam akkoriban azért a kollégáimmal is, tehát profi színészekkel, meg sok civil emberrel, akik mindig nagyon érdekesek, hogyha föl tudnak menni a színpadra. És ez a mai napig így van kb. Egyesen dolgozom sokféle, és sokféle előadást csinálunk. Vannak nagy profi előadások, például van egy előadásom, amit a Trafóban megy, ez a Kortárs Művészetek Háza, és ott az 6 órás előadás, ez az Utas és Holdvilág. És ez hangjátékból készült, tehát végig playback van, és arra tátognak a színészek, 6 órás, de nem nagyon lehet bejutni rá, annyira népszerű. Sajnos ritkán is tudjuk játszani, mert a Trafó az nagyon, nagyon tele van sokfajta előadással. 6 órás előadás, az hány szünet, vagy hogy van? Mondom, 2 szünettel, nem vészes egyébként, 3x1,5 óra körüli jól elviselhető. Ráadásul nagyon jó. Nem tudok mást mondani. Meg az Utas és Holdvilág amúgy is mindenkinek szívügye, vagy nagyon sokaknak. És itt meg a regény van előadva, nem egy színdarab van belőle csinálva, de az van dramatikusan, nagyon sok vetítéssel, és mondom, playback az egész. Szóval akkor tulajdonképpen ez egy könyv volt? Akkor nekem... De ezt még 2000-ben csináltam, ezt a hangjátékot. Uh-huh. 14x20 perc volt. Ott is elég népszerű volt a rádióban, de aztán ezt azóta készülök, hogy ezt majd egyszer megcsinálom színházba, és akkor 3-4 évvel ezelőtt meg is csináltam. Elég nagy munka volt. És vannak olyan előadásaink, ezt arra hoztam föl példának, amik ad hoc előadások, a Minden Rossz Varieté, amiben mindenki varietészerűen, civilek, mindenféle ember részt vesz, és az a cél, hogy rosszat csináljon, illetve hogy kínosat. És ebből nagyon sok vicces dolog is születik, meg nagyon sok kínos is, de a kínos azért jó színpadon, mert az mindig valami valódi dolog. Hogyha valaki ott leégeti magát, vagy kínosan érzi magát, a közönség is, de ez vicces is tud lenni, és mindenképpen valami igazi pillanat, ami ugye a színházba folyamatosan keressük az igazi pillanatokat, amikor valami ott születik meg. Szóval akkor tulajdonképpen ez a előadás, ez akkor nem mindig ugyanez, ez mindig változik, ugyanúgy lenne. Ez nem az Utas és Holdvilágra vonatkozik, az nagyon megcsinált, az milliméter pontosan kitalált, megcsinált, mindig ugyanolyan. Ezek az előadások meg, ez mindig más, tehát nem is, ebből nem ismételünk, hanem mindig újabb varieté számokat hoznak. Szóval olyan, mint egy improv-szerűség? Improvizációszerűség? Hát ezért valamennyire előtte kitaláljuk, hogy mi legyen. Tehát nem az a klasszikus improvizáció, hogy adott helyzet és arra improvizáljanak, hanem itt előre kitalált számok vannak, de van, amelyik ott születik meg, igen. De azért ezeket előtte átnézzük, hogy mi legyen. Tehát válogatok, sorrendbe rakom, de abszolút dekonstruktivizált, tehát hogy dekonstruált
nincsen egy pontos szabályos menete, van, amit közbe változtatok, én vezetem, és ezért közbe rendeződik a dolog. De van olyan, ami történetmesélős, ahol emberek saját történeteiket mesélik, ami mindig jól megy, mert mindenkinek vannak történetei, amit el szeretne mondani, akkor általában egy-egy téma körül, és ott van egy íve a dolognak. Három részletbe mesélik el, ez az alatt, úgynevezett alatta fölötte, de most egész nyáron olyan előadásokat csináltunk, ami meg insta képzőművészekkel, és vagy egy erdőt rendeztünk be Karintinak az utazás Fáremidóba alapján, tehát mondatokat vettünk ki, abból csináltunk kis helyzeteket, de az egész egy ilyen vándorlós előadás volt, és erős látvány. Ezt csináltunk ilyet a Goldberger gyárba, Romos gyárba, csináltunk a Hadik Szatyor nevű helyen, meg most egy fesztiválon egy erdőt építettünk be. Ezek nagyon jók, csak ezt kb. 60-80 ember csinálta. Aha. Ilyen is van. Ezzel szemben, amit idehoztunk, ez két ember volt, ez egy jól megcsinált előadás, megrendezett. Tehát ilyen, és ez szerintem ahhoz is köthető, amiről már beszélgettünk, hogy ADHD, hogy nagyon sokféle dolog érdekel engem is, és nem tudok egybe megmaradni, hanem annak a területnek sok része érdekel. És a zene is valamennyire, ugyan DJ voltam, és, de azt is leginkább a színház felé hasznosítom. Tehát amit tudok zenébe, szoktam darabokhoz, más darabjaihoz is zenét, vagy mint zenei dramaturg válogatni, keresni, megvágni, olykor csinálok is hozzá zenét. Ja, ez érdekes, hogy nem tudom, hogy akartál-e beszélni erről az ADHD vagy ADHD, sajnos én angolul tudom. Ez nálad mikor derült ki? Vagy hát ezt pár éve jöttem rá, Máté Gábor nevű kanadai pszichiáternek láttam egy YouTube videóját, és abban ő is arról beszél, hogy valamikor 40 éves kora körül jött rá, hogy ő ADHD-s. És akkor elolvastam a könyvét, és az teljesen, tehát ez teljesen öndiagnózis, de elég nyilvánvaló, hogy ez van. És a legtöbb dolog passzol rám. Ez érdekes, majd összehozlak egy-két emberrel, mert amit én is mondtam, én is hasonló cipőbe járok, hogy egymillió dolog megy a fejembe, ami érdekel, az hyperfókusz, hogy akkor az hiper, arra vagyok fókuszálva, mint egy lézer, és a többi dolog azt pedig elfelejtjük, meg így, meg... Csak nekem ez a hiperfókusz, ez nagyon sok mindenre van ráadásul, mert érdekel a színháznak ez a része, az a része, amaz, érdekel a zene, a film, a sok minden, tehát tehát még ennyiben nehezebb is, hogy nem tudok igazából ráfókuszálni. Kipróbáltam a speedet, erről már beszéltem is, amit nagyon rossz fajta kábítószernek tartok, amúgy, mert egy ilyen szemét meg összeseperte az asztalon, ami maradt. De valaki mondta, hogy az jó általában az ADHD-re, tényleg működik, de azért nem fogok rászokni a speedre. Ez biztos. El vagyok ezzel valamennyire, dolgozom rajta, hogy picit több, jobban beszűkítsem a fókuszt, és legyen néha egy kis nyugalmam. Mert leginkább nem hagy nyugodni, tehát mindig valamit csinálnom kell. A Covid eleje egy darabig erről szólt, hogy hú, de jó, most nyugalom van, és nem kell semmit, egyszerűen nem lehet, mert nincs is se színház, semmi nincs. De jó lesz. Ezt körülbelül másfél-két hétig bírtam, de már akkor így már zizegtem, már otthon mit intézek el, de ha elindultam valami a konyhába elintézni valamit, akkor közben még 60 dolgot rájöttem, akkor azt kezdtem el csinálni, és oda már nem is biztos, hogy eljutottam, amit eredetileg meg akartam. Ez azért vicces, mert nagyon hasonló dolgok van. De pont én is hallgattam, egy-két ember beszél ilyen halucinogénekről, hogy lehet, hogy az MDMA, vagy pedig az ayahuasca, vagy az ilyen drogok lehet, hogy valahol segítenek, de természetesen nem azt mondjuk, hogy mindenki, akkor most kezdjünk el őrülten drogozni, hanem valamennyire egy olyan... Hát, hogyha ezeket már használnák a tudományban is, vagy a gyógyászatban is jobban, mint ahogy ez megszűnt ezeknek, hát a fű is nagyon sok dologra jó, ami itt már teljesen legalizált, azt hiszem Magyarországon a legtiltottabb. Tehát Európában is már nagyon sok helyen így, úgy, amúgy engedélyezett, nálunk sehogy. Nálunk diákokat motoznak buszmegállókban.
és küldik elterelésre, vagy zárja egy börtönbe. Tehát ez még ott nem megy. Na. Hát itt, hogy mész a New Yorkba, itt mindenhol érzed a görény szagot. Nem azt mondom, hogy tehát én nem vagyok se ellene, se mellette, csak úgy érdekel engem is ez a dolog, mint hogy valamennyire használható ez gyógyszernek, abszolút vagy használható. Nem? Abszolút. Ez a CBD, az már nálunk is van. Igen. Az is úgy működik. Mert szerintem használható nagyon sokan. Nagyon sokan a Konrád György is élete végéig szívott. Arra használta, hogy jobban legyen, hogy aludni tudjon, hogy egyáltalán működtet sok mindent. Meg egészségügyre. Én abszolút mellette vagyok. Én már kevésbé, már nem szívok, nem érzem, hogy jó lenne nekem. Ritkán. Ha, mert vannak, hogy persze, hogy szívod, ami a tüdőn keresztül szívódik fel, és vannak az edible, azt mondják, amik a space cake, meg az ilyen magyar, amit kajába teszel, amit megeszel, az egészen más, mert az a májadon keresztül szívódik föl, és annak egészen más hatása is lehetnek. Szóval van egy csomó ilyes... Attól, hogy engedélyezett, attól jobban lehet kutatni, és jobban lehet kitalálni, hogy mi az, amire jó. Az egész biztos, hogy nagyon sok mindenre jó. Ja, de mindegy, nem vagyok harcos legalizáció, abszolút amellett vagyok. Ja. Mert örülök annak, hogy itt ez van. Ja, de a kérdés az, hogy mert tudod, az alkohol is egy valamennyire egy méreg, abban is az a leg... Súlyosabb, az a legkomolyabb drog szerintem. Ja. Tehát ismerek olyat, aki sokat szív, néha abba hagyja, nincs vele semmi gond, alkoholisták, viszont az egy lejtő, aki igazán elkezd inni, az egy lejtő, onnan abból a legnehezebb kijönni. Ja, de nagyon sok a kérdés az, hogyha mondjuk az ilyen drogok, nem azt mondom, a fű, vagy a hallucinogén anyagok lennének legalizálva, akkor is olyan sok ember lenne, vagy nem? Szóval ezek ilyen morális kérdések. Mindenki tudja meg, de minden esetre a orvostudományban se használják ezeket nagyon. Uh-huh. Ja, tudod, mit képzeld el, itt hallottam, hogy ketamint használják, van egy orvosi rendelő, vagy valahol, ahol ez legalizálva is, és teljesen orvosi rendelőbe, olyan kontrollált körülmények között van. Normális. És az ember azt mondta, hogy aki benn volt, hogy ő azt hitte, hogy csak ilyen kis Mickey Mouse dolgos lesz, és azt mondja, hogy olyan volt, mint egy hardcore trip. Szóval, de mondom, valakinek ez segít a lelki én problémáin. Biztos, hogy ezekkel egy picit lehet. Például még emlékszem, fiatalabb koromban, amikor először bevettem LSD-t, az valahogy így nagyon helyre rakott így a világ felé, hogy kinyitott kapukat. Sokkal több dolgot észleltem, láttam meg utána. Hát ezek biztos, hogy hogyha orvostudomány használja, az biztos, hogy tehát ha engedélyező és kontrollált körülmények között egészen biztos, hogy működik, de hát láthatólag működik anélkül is, mert ezt nehéz megtiltani. Azt tudtad, hogy régen itt Amerikában próbálkoztak, a CIA-nak volt a MK Ultra, az volt ennek az akciónak a neve, hogy LSD-t adtak embereknek, és azzal ott kísérleteztek rajtuk, de úgy, hogy nem is tudták az emberek. Állítólag a Marilyn Manson, tudod, az a tömeggyilkos ember, őnek is ilyen LSD-s, milyennek a neve volt? Hát nehezen tudom elképzelni, mert ezek a legkevésbé agresszívak, ezek a fajta drogok. Vannak olyan drogok, ezek az új designer drogok, amik már elég durvák és agresszívé teszik, de ez elég összeesküvés elméletnek hangzik, hogy a Manson is a CIA kísérleti embere volt. De bármi lehet a világban. Ez azért érdekes, mert most hallgatom egy podcastet, és állítólag volt egy ember, akit elkezdett erről kutatni, és el akart kezdeni írni egy könyvet, és az ajtók csukottak belőtte, és valami 20 évig írta a könyvet, hogy, és de teljesen olyan dolgok vannak benne, amiket nem lehet
ami teljesen valószínű, és nem lehet megcáfolni. De megint... Kennedy is UFO volt. Azt nem hallottam, de na, az érdekes, erről mesélj, ezt nem hallottam, mert vannak ilyen... A kedvencem a chemtrail, meg a kígyó emberek. Gyíkember, bocsánat. Beszélgessünk inkább a színházról, hagyjuk ezt. A kígyó embereket nem hallottam. Gyíkembert nem. Azt nem. Gyíkember az a legelterjedtebb a világban. Gyíkember teóriák. Ja. Itt élnek közöttünk. Vagy nem tudom, hogy kell. Mindegy, azt hittem, hogy akkor én nem vagyok például. Az. Nem, de a chemtrailről hallottam, a Kennedyről is van csomó ilyen kontáról. Mindenről van, amiről nem tudnak el egyet az emberek, azt kiegészítik ők maguk. Persze, ez mindig UFO. És ezekből akár még néha lehet valami igaz is. Mert általában valaminek van valami igazság alapja. Most nem azt mondom, hogy gyík embereknek van alapja, de mondjuk ismerek elég embert, aki eléggé gyík. De ez csak... Na mindegy, menjünk vissza a színházhoz, mert tényleg olyan dolgokról, de még ezt mondtuk, hogy ez a podcast, hogy itt mindenről színház lehet... Színház része, hogy, ez is hogy, a színházban felhasználható dolgok, ja, ezek. Hogy itt mindenről tudunk beszélni, és nem úgy van, hogy oké, van 7 perc, és utána a reklám, hogy vegyetek ezt és ezt, hanem kivesészhetünk mindent, hogy... Például nem is beszéltünk, hogy hol születtél, hogy jött neked ez az egész színházas dolog. Hát nem tudom. Dunaújvárosban születtem, de az csak épp ott dolgoztak a szüleim. De azért büszke dunaújvárosinak vallom magam. Színház az megy, szerintem az valahogy úgy lett, hogy gyerekkoromban annyit mondogatták, hogy de jó orgánumod van belőled, biztos színész lesz. Hát az lett, úgyhogy lehet, hogy igazuk volt, de lehet, hogy ez indukálta, hogy színész lettem, illetve a lázadásom ebbe az inkább, hogy nem színész vagyok, hanem színházi ember, tehát én rendezek, a Távszínházban főleg rendezek, meg egyéb színházakban is van, a Katonában is megy egy darabom, tehát jobban érdekelnek a színészet, olyan szeretem is, meg a színész az kiszolgáltatott, a színésznek nincs élete igazából, az élettörténet az egyik szereplőtől a másikig általában úgy lehet elmesélni, mert ezt már fiatalabban. Pont volt egy nagyon jó barátom, aki itt élt, a Halász Péter, és őtől tanultam, vagy őtől hallottam, hogy az önbizalmat minél hamarabb el kell veszíteni. Tehát az ember célokat tűz ki, és azt így, akkor ott egy csomó minden, az nagyon, szerintem én utakat választok minden esetre. Úgy megyek előre, hogy nem célok vezérelnek, hanem éppen melyik út a helyes, és így jobban lehet haladni, korrektebbül, önazonosabban. Na, ez érdekes, hogy az ön, ez ki tudná jól fejlesz, hogy szerintem elég jól kifejtett. Mert nekem ez furcsa, és persze, hogy itt vagy a kutya, látod, a kutyának is tetszik. Ez mindig belogat. Nem, mert ez érdekes, mert én meg pont úgy van, hogy én meg szeretem, vagy én meg azt mondom, hogy legyen önbizalom az embernek, de persze a színház... Önbizalom élet... az kell, hát az mindenhez kell önbizalom, meg kell elveszíteni, és a színházhoz kell elveszíteni néha az önbizalmat, hogy aztán megtaláld a darabban, megtaláld az évvel, tehát az mindig, a színház az mindig egy újrakezdés is jelent, mert egy újabb előadás elkészítése, vagy akár játszol benne, az mindig nulláról való, nulla pontról indul ki az ember. Addigi tapasztalatai, addigi, az nem számít, most kell mindent újra. És ez jó. Én ott az előbb arról beszéltem, hogy célok, akkor az csomó magaddal szembe megalkuvásra készített, hogyha a célt tűzöl ki, és minden áron azt eléred, mert ott a minden áron mindig beleakad valaki más ember, vagy valami más, olyan dolog, amit te amúgy nem csinálnál, de most kénytelen vagy. Tehát egyszerűen csak a cél nem szentesíti az eszközt nálam semmilyen módon, hanem az út az, ami érdekes, hogy a következő lépés, amit teszek, az helyes vagy nem helyes, az olyan, amit én szeretek, amit én igazából magamtól, és az sokkal könnyebb megtalálni azokat a utakat.
Nem csak azt néztem, hogy mennyi idő, mert megint sajnos rövidre kell fogni, mivel hogy kell mennünk lassan. Negyed hét lesz. Negyed hét, akkor az benne rossz, hogy szeretnék veled beszélgetni tök sokat, meg a kocsiból is beszélgettünk tök jól. Ide jövünk, elindítjuk a kamerákat, bum, és már mennünk is kell. Pedig ezer millió kérdésem van. Hát ezért nem jó, hogy ide van rögzítve. Kell fogni egy telefont, és így csinálni bárhol hosszú ideig. Akkor a minőség is, oké, de a minőség a tartalom rovására megy, akkor nem jó a minőség, meg fontos, meg ez abszolút tiszteletre méltó, meg hogy ez szép legyen, meg jó legyen, és pontos. Csak a színházban is mi nem, tehát én például ez egy nagyon fontos alapeleme a tápszínháznak, hogy nem várok arra, és ez passzol ahhoz is, kötődik, amit az előbb mondtam, hogy nem várok arra, hogy a legjobb körülmények legyenek, hogy színházat tudjak csinálni. El tudok képzelni olyan körülményeket, amiben én csodálatos előadásokat csinálok, de hát olyan körülmények nincsenek, vagy pedig olyan megalkuvással járnának, amiket nem akarok, vagy meggátolnának abba, hogy megcsináljam. Ezért körülménytől függetlenül ott csinálok színházat, ahol vagyok, és azokkal a lehetőségekkel. Szerintem az ember fantáziája határtalan, ami pedig a színházhoz szükséges, és ezért nincs meghatározó terület, vagy hely, vagy körülmény, hogy színházat csinálhassak. Én színházat szeretek csinálni, és színházat csinálok. Ezért is van sokfajta. Amikor sok pénz van, netán, ilyen még nem volt, hogy akkor olyan előadást csinálok, akkor azzal a módszerrel. Ha éppen egy nap van rá, és nincs rá pénz, de valami érdekel, valami, akkor úgyis találok olyan alkotótársakat, akik szívesen a művészet szent szerelméért hajlandóak velem együtt dolgozni. Ha nem, akkor meg egyedül csinálok. Tehát mindig, amilyen körülmény van, ott úgy csinálok színházat. És ez akár olyan jó zárszónak is hangozhatna, de nyugodtan kérdezz. Nem fogok kérdezni, mert tudom, hogy föl kell venni a lányodat, és nem akarom, hogy ott várjon. Azt tudjuk csinálni, hogy amikor visszajössz, remélem nem sokára, fiaddal, hogyha két év, de lehet, hogy előbb is visszajössz. Hívjátok meg a tápszínházat egy olyanra, ahol lesz néző is. Ja. Figyelj, ezt úgy kell csinálni. Sok előadásunk van. Ja. Olcsók is, nagyok is. Ezt úgy kell csinálni, hogy ha valaki jön, hogy itt tudtuk volna, nem csak én, hanem vannak ilyen egy-két ilyen húzó ember New Yorkban, és azoknak megmondani, és az a 10-20 ember. Hát mi ezt nem tudtuk, de majd jövök legközelebb, és csinálok veletek előadást. Van egy nagyon jó forma, amiről már beszéltem is, és mindenki elmeséli, hogy került ide, hogy volt itt, és abból csinálunk egy klassz kis előadást, és ahhoz nem kell sok ember és sok pénz. Én benne vagyok. Biztos, hogy jó lesz. Jó. Érdekelni fogja azt a magyar közösséget legalábbis, de hogyha van közönség kívülről, az is biztos, hogy elég jól kijönnek. Jó, én benne vagyok. Még amit szeretnék talán kérdezni, hogy hol tudnak téged elérni, vagy például a tápszínház, vagy valami ilyen social media elérhetőség? A Facebookon fönn vagyunk természetesen, meg tápszínház.hu oldalunk is van. De hát a Facebook az, ahol nézünk meg, ahol hirdetjük magunkat általában. Jó. Meg engem is meg lehet találni ugyanitt. Oké, akkor ezeket mind belinkelem ide alulra valahova. Amit még így el kell mondani a végén, hogy ha tetszett, akkor meg ha nem tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, vagy iratkozzanak fel az emberek a csatornára, nyomják ezt a csengő gombot, kommenteljenek, hogyha tetszett, vagy ha van kérdéseik hozzád, akkor nyugodtan feltetik alul. És elköszönni meg úgy szoktunk, hogy ebben ledezünk abba a kamerába, és csak integetünk, hogy sziasztok, és találkozunk jövő héten veled meg, remélem nem soká.